Régi jól ismert ellenfél, a soproni sörgurítók együttese látogatott Bábolnára az NB1-es tekebajnokság 20. fordulójában. Legényeink ezúttal kitűnő formában játszottak, mindössze egy vesztett csapatponttal nyerték a találkozót. Az ifjúsági játékosok döntetlen után mindössze 11 ütött fával maradtak alul. Bábolna ese, soproni sörgurítók ese 7-1. Ifi 1-3. Múlt héten Szent Gotthárdon játszottatok, a mérkőzés előtt még bajnok aspiráns csapathoz mentetek, de a mérkőzés után már bajnoknak tekinthető volt az együttes, és hát hiába dobtatok 3300 fa fölött, úgy mint tudjuk a 3300 fa az egy ilyen bűvös szám, ami fölött azért bőven lehet mérkőzéseket nyerni. Hiába dobtátok ezt meg, a hazaiak jóval magasabban dobtak, és hát a mérkőzés után már ünnepelhettek. Hát így igaz. Ugye beszéltünk róla talán régebben, hogy a Szent Gotthárd csapata kilóg ebből a bajnokságból főfele, tehát én azt gondoltam, én rájuk is tippeltem, hogy ők lesznek a bajnokok. Ezt bizonyították is. Már nem feltett kézzel mentünk arra a meccsre, és jól is kezdtük, hiszen az első dobók után vezettünk még pár fával, és 1-1 volt az eredmény, aztán a második körbe 2-2 lett, tehát még mindig jól tartottuk magunkat, ugyanakkor már volt egy pár felelőnye a Szent Gotthárdnak, és hát a végén a két befejező emberük, az mind a 2-600 fölött dobott, úgyhogy megérdemelten nyerték meg a meccset, és egyben a bajnokságot is. Én úgy gondolom, hogy ők voltak a legegységesebb csapat ebben a csoportban. No, ma pedig a soproni sörgurítók csapata érkezett Bábolnára. Ők milyen ellenfél, ők hol helyezkednek el a tabellán, általában ellenük milyen a statisztikánk? Hát ugye a sörgurítók egy nagyon régi csapat, ők többször szerepeltek a Szuperligában is. Előttünk vannak a tabellán, még úgy gondolom, hogy most sem tudtuk ezzel a két ponton megelőzni őket, hogy sikerül győzni. Hát én tartottam a meccstől, hiszen az összet náluk kikaptunk, igaz, egy szoros meccsen 5-3-ra, de ma elég jól játszott a csapatunk, úgyhogy megérdemelten hagytuk, vagy maradt itthon a két pont. Hát igen, azért így közben voltak izgalmak, hiszen voltak a játékosoknál is hullámvölgyek, de a végére azért mindenki tudta hozni azt a pontot, ami elvárható, és itt a táblán, ahogy lehet látni, pirossal írjátok azokat elért fákat, amik 550 fölöttiek, és hát bizony egy kivételével mindenki 550 fölött dobott, és bőven megvan a bűvös 3300 fa. Itt szerepelt a csapatban Kis András is, akit én még hazai pályán például nem láttam az NB1-es csapatban. Így van, az András most debütált itt a hazai mérkőzésen. Kicsit tartottam a mérkőzéstől, megmondom őszintén, mert úgy érzem én is, hogy kicsit tartalékosan álltunk fel. Ugye a Morvai Gabinak tudjuk, hogy milyen esemény miatt nem vett részt ezen a mérkőzésen, ezután is sok erőt kívánunk neki. Azon ki ugye a Balog Istire szintén nem számíthattunk a mai meccsen, úgyhogy én egy picit úgy érzem, hogy tartalékosak vagyunk, de hát aztán csapat rácáfolt, hiszen egy ragyogó eredménnyel rukkoltunk ki. Tényleg, amit mondtál, hogy minden játékos 550 fölött dobott, egyelőtt egy 550 fölötti eredményünk volt. Azért a kisbandi is hozta a csapatpontot ráadásul, tehát azért egész szépen tud debütálni most már ebbe a csapatba is, és a Kis Norbi ma is megközelítette azért a 600 fát, úgy látom 580 fával végzett. Így van, hát a Norbi látszik, hogy stabil játékos, és csapatunk egyik legjobb embere most jelen pillanatban. Hát a Kis András, aki én azt gondolom, hogy kellene a meccsek, hogy rutint szerezzen. Itt látszott, itt voltak olyan befejező dobások, amik ugye 29-re le kellett volna venni egy bábút, vagy 30-ra kellett volna egy hetes dobni, aztán ez nem sikerült. Ezt úgy érzem, hogy ha egy rutinos játékos van a pályán, akkor ezt tudja teljesíteni, de hát ugye a rutin csak akkor fog tudni szerezni, hogyha játszik a csapatban.
Az ifjúsági csapat, ők Szent Gotthárdon is kikaptak, ugye, és most is vereséget szenvedtek, bár itt egy-egy lett az eredmény, tehát a csapatpontokat tekintve egy-egy lett, de több ütött fára kapta a vendégcsapata két pontot. Megint csak érdemes kitérni talán a Búrján Dávidra, akit ma le is kellett cserélni. Beszélgettem vele, azt mondta, hogy egyszerűen nem érti, nem megy, nem, nincs sikerélménye, és valahogy már erre az idényre már le is mondott arról, hogy egyáltalán jobban tudjon szerepelni. Hát most sajnáltam a ifjúsági játékosainkat, hiszen itt most az óriási pek volt, ahogyan kikaptak ők, hiszen a 8 megszerezhető szetpontból 6-ot megszereztek, és ugye mégis kikaptak, hiszen az ellenfél csak 2-t szerzett, tehát 1 szetpontot, az egyik fiú, az a Varga Imre, ha jól emlékszem, ő dobott egy 169-es kockát, és hát összesen 11 fával nyertek, tehát még egyszer mondom, én nagyon sajnálom őket, ebben a meccsben sokkal több volt, tehát ezt szerintem simán meg kellett volna nyerni. Hát a Dáviddal kapcsolatban meg annyit tudok elmondani, hogy tényleg nagyon rossz a stílusa. Nem tudom majd, hogy mi a terve a nyárra. Én nagyon remélem, hogy nem akar leállni és itt pihenni a szezon kezdésre. És akkor megpróbáljuk a nyáron ezt helyrehozni. Lehet, hogy fölvesszük a dobását, megnézzük, kielemezzük a stílusát, vagy megmutatjuk neki is, mert lehet, hogy nekünk így szóban nem hízi el. És hát megpróbáljuk, hogy visszatérjen arra a stílusra, amit dobott itt egy éven keresztül. Ugye 2 évvel ezelőtt még serdülő válogatott volt, most meg egy nagyon rossz stílus tett föl. Na, hogyan tovább? Mennyi van még a bajnokságból? Mik a remények, mik a célkitűzések? Ugye most lesz egy hét szünet, országos egyéni bajnokságok vannak. Utána való héten, ugye már csak itthon játszunk, utána való héten jön az Alessandrót, és akkor május elején pedig a Nagy Mizdó csapata. Hát körülbelül hasonló erősségű csapatok, mint a mostani Sörgurítók. Én azt gondolom, hogyha ilyen formában lesz a csapat, amit most mutatott, akkor ha megváltozott az a tendencia, ugye, hogy össze voltunk jók és tavasszal visszaestünk. Most úgy érzem, hogy a tavaszunk eddig nagyon jól sikerült. Volt ugye a 3 vereségünk, de az belefért ebbe a sorozatba. Én azt gondolom, hogy büszke vagyok most a csapatra.